Egy hosszabb bajnoki szünetnek a jó szériában lévő csapatok általában nem örülnek, míg a gödörben lévők nem bánják, hogy van idejük a sorok rendezésére. A kisvárdaiak számára az Albafehérvár legyőzése után jött a szünet egy kupafordulóval, amelyben Orosházán 26-22-re győzött és továbbjutott Kovács Péter együttese. Mivel a várdaiakhoz rengeteg új játékos érkezett a nyáron, a csapatépítés szempontjából nem jött rosszul a pihenő. A kezdő csapatból, tehát a 6 kezdő játékosból 3 nem belünk kezdte a felkészülést, és a legnagyobb deficit az ugye Marina Dimitrovicsnak van, aki kb. 10 napot edzett eddig velünk, tehát mindenképpen szeretnénk építeni egy csapatot továbbra is, és hát mondjuk nekünk ilyen szempontból nem jött rosszul a bajnoki szünet, de ez a két hét, ez majdnem 3 hét, hiszen szerdán játszottunk a Fehérvár ellen. Viszont hát annyit, hogy mondjak, a bajnokság kritikájaképpen, hogy hát igazából ez a ritmus, hogy van egy hét, amikor 3 meccsünk volt, a 2-3 hétén nincsen meccsünk, ez senkinek nem jó. A kisvárdai együttesben a magyarok mellett 8 különböző nemzetiségű játékos szerepel. A csapatkapitány szerint mind a pályán, mind az öltözőben egyre inkább megtalálják egymással a közös hangot. Angolul próbálkozunk, de igazából egyelőre még a kézilabda a közös nyelv. Én úgy érzem, hogy telnek a napok, telnek a meccsek, edzések, egyre jobban összeszokunk, egyre jobban összecsiszolódunk. Én úgy gondolom, hogy jó kis csapat lesz itt. A kisvárdai csapat a következő fordulóban a Siófok otthonában lép pályára. A Siófok tele van jó játékosokkal, tehát ott is aktuális magyar, illetve külföldi válogatottak vannak, például 2 olyan francia válogatott, aki néhány hónap ezelőtt az olimpián ugye ezüstérmet szerzett, illetve hát 2 magyar válogatott, Erdős Hild és a Krisztián Tiscsok, az kiváló kézilabdázó, egy tunéziai volt, már magyar lett, nagyon-nagyon jó válogatott beálló, illetve hát a kapuba is egy sokszoros válogatott junior, illetve felnőtt válogatott kapusára Pastor is ment a szemébe. Én azt mondom, hogy kimondott egy jó csapatról van szó. Hát küzdeni fogunk. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 5 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Dunaui várost. A Siófok a 7., a Kisvárda pedig a 8. helyen várja a szombati találkozót.